köszöntöm a nézőket. Szerdán rendkívüli ülést tartott Székesfehérvár közgyűlése, több olyan napirendi pont miatt, amit már nem lehetett halasztani. Vendégeim a stúdióban Rácné Földi Judit, a fehérvári ellenzék frakcióvezetője, és Molnár Tamás, a Fidesz frakcióvezetője. Köszöntöm Önöket. Köszöntök mindenkit. Hát, ahogy mondtam, sok napirendi pont volt egyébként, ami már nem tűrt halasztást, több mint 30-at tárgyaltak meg, és arról szavaztak is. Fontos fejlesztésekről is döntöttek így a napi rendi pontok között. Beszéljünk először ezekről a fejlesztésekről. Az egyik az oktatási és nevelési intézményeket érintő energetikai korszerűsítésről szólt. Mit is lehet tudni erről? Mekkora összegben jelent ez majd korszerűsítést? Ugye ez 1,5 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatásból fog megvalósulni, és egyhangulag szavazta ezt meg a testület, ugyanis az ellenzéki frakció tagja is úgy gondolják, hogy vannak most már olyan épületek, annak ellenére, hogy ugye nem az önkormányzathoz tartozik, hanem az államhoz, ennek ellenére felelősséggel tartozunk ezeknek az intézményeknek a fenntartásáért és a fejlesztéséért, úgyhogy ezért támogattuk ezt a javaslatot, és nagyon-nagyon üdvözöltük. Ugye ez elég nagy összeg, mert 1,6 milliárd forint. Az energetikai korszerűsítés milyen intézményeket érint majd, és hát milyen jellegű lesz? Hogyan képzeljük el? Azt kell tudni erről az egész projektről, hogy némi üröm is vegyül azért az örömbe, hiszen ez egy átirányított projekt. A biogáz üzeme városnak újult volna meg, és egy teljesen új technológiát kapott volna, ami sajnos nem tudott megvalósulni a kivitelező hiányosságai és késlekedése miatt, és ezért döntött úgy a város, ezt is szintén egyetértésben, hogy ebből a projektből lépjünk át egy másik projektbe, és próbáljunk meg olyan energetikai fejlesztést csinálni a városban, ami ugyanazt a megtakarítást, CO2 megtakarítást tudja eredményezni, majdnem, mint a biogázüzemnek a fejlesztése jelentett volna, és így döntöttünk az intézmények felújítása mellett, ami annyiban talán kiegészítendő, amit mondott frakcióvezető asszony, hogy a város tulajdona továbbra is, tehát a város tulajdonát fejlesztjük és újítjuk föl. A fenntartó a Klik, de a projekt keretében a város tulajdona, a városnak az ingatlanjai fognak fejlődni. És az nagyon fontos, hogy ezzel ugyanúgy nagyon komoly CO2 kibocsátás csökkentést kell elérni a városnak. Ebben majdnem minden olyan iskola benne van, aki tudja, iskola bölcsöde, óta benne van, aki tudja biztosítani azt a feltételt, hogy 50 kW-os napelemek kialakíthatók és felépíthetők legyenek az intézmények tetején vagy környezetében, illetve olyan intézmények kerültek be, ahol már tényleg nagyon sürgős volt mondjuk a hőszigetelés vagy a tetőszigetelésnek a problematikája. Nem sorolnám föl, hiszen mondom, az majdnem az összes intézményt érinti a városban, úgyhogy szerencsére elmondhatjuk, hogy sok-sok iskola és óvoda fog megújulni ebből a projektből. Ugye mondtam, hogy ez hát 1,6 milliárd forint Európai Uniós forrást jelent. Meddig kell ezt kivitelezni, vagy van ennek valami határideje, vagy mikor kezdődhetnek el a korszerűsítések, ezt lehet-e tudni? Alapvetően ugye ez a 14-21-es ciklusnak a projektje, tehát nagyon a végén vagyunk, és az utolsó pillanatban ezért is kell döntenünk arról, hogy milyen irányba fogunk haladni ezzel a pályázattal, hiszen hogyha még várunk a biogázüzem kapcsán, és próbálkozunk azzal, hogy hát, ha sikerül ezt mederbe terelni, és megvalósul, akkor lehet, hogy kifutunk az időből, és ezzel az 1,5 milliárd, mint olyan, teljesen felhasználhatatlanná válik a város számára. Ez 2023 év végéig kell, hogy befejeződjön, ugye ez az utolsó időpont a 14-21-es időszakban, amikor még kivitelezés megtörténhet, és az elszámolásnak is így meg kell történnie. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha bedörrentjük most a közbeszerzéseket, akkor ez nagyon gyorsan át fog tudni menni, és már érzékelhető lesz a jövő évben ezekben az intézményekben. Ugye volt egy másik, vagy van egy másik fejlesztés is, a Mártirok útjának a második ütemét kezdhetik majd el. Erről mit lehet tudni? Hát ugye most írtuk ki a pályázatot, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a szeptemberi közgyűlésre már eredményes lesz. És ugye most zajlik a Balatoni úti felüljáró fiavítása. Ugye az körülbelül a tervek szerint augusztus végén befejeződik. Tehát, hogy pont fedni fogja egymást a kettő, hogy szerintem ez az ősszel a Mártirok útja felújítása elkezdődhet. És szerintem igen-igen fontos beruházás lesz ez, és ugyanis nagyon sok székesfehérvári munkába járását fogja megkönnyíteni ez a projekt. Annyiban is, és azért is nagyon fontos, mert nem csak a
útfelület fog megújulni, hanem ugye a közművek is az út alatt. Ugye az első ütem megtörtént 5-6 évvel ezelőtt, a mártírok első szakasza megújult, ugye ezt mindenki látja és használja is nagyon sokan, hogy mennyire szép és mennyire komfortos azok számára, akik arra járnak. Ezt várjuk a második ütemtől is, és nem mellékesen azt is, hogy megújulnak azok a közművek, amik már elég rossz állapotban vannak a mártírok út alatt. Ugye beszéltünk most két jelentős fejlesztésről, de azt hozzá kell tenni, hogy ugye a közgyűlés, tehát az önkormányzatnak a bevételei azok sajnos kevesebb forrással fognak rendelkezni, vagy kevesebb forrás áll majd rendelkezésre. Mit lehet tudni, hogy mennyivel lesz kevesebb mondjuk így az iparűzési adóbevétel, az ingatlan adó, vagy a idegenforgalmi adóbevétel? Hát, hogyha nekem tippelnem kéne, akkor egy lottószelvényt is kéne mellé vennem, és hát ha megnyerném az ötöst, mert ezt ilyen pillanatban senki nem tudja. Vannak előrevetített prognosztizációk, az adóiroda is becsült egy értéket. Jól láthatóan körülbelül 6-7 milliárd biztos kieséssel számolunk, de a legrosszabb verziók szerint 9 milliárdos kiesés is lehet az IPA és a gépjárműadó kiesésével, és nem beszélve az IPA-ról is, tehát hogy így összevetve szerintem ez biztos, hogy egy 5-6-7 milliárdot fog jelenteni kiesésben a városban. Legyen ez jobb, akkor mindenki örülni fog, én azt gondolom, hogy ezzel kell számolnunk. Elég pessimista költségvetési módosítót fogadtunk el pont emiatt. Tehát 9 milliárd hiánnyal számolt az előző közgyűlésen a város. Pontosan azért, hogy lehúzott olyan fejlesztéseket és olyan dolgokat is, amire most azt mondja, hogy nem élvez annyira prioritást. Viszont, hogyha szerencsés helyzet áll elő, és valóban 6-7 milliárdnál meg tudjuk húzni azt a mínuszt, akkor számtalan olyan dolog lesz, ami végül mégis megvalósulhat, és ez mégiscsak jobb érzés lesz a székesfehérváriaknak, hogy most azt gondoljuk, hogy ezt most meg kell tenni, és valóban annak érdekében, hogy a város tovább tudjon fejlődni, és túléljük idézőjelben ezt az időszakot, ezekről most le kell mondani, és adott esetben októberben azt látjuk, hogy az IPA feltöltés annyira sikerült, tehát annyira jól tudnak működni a székesfehérvári cégek, hogy én bízom benne, hogy lesznek olyan projektek, amik megvalósulhatnak még ebben az évben, amiről azt gondoljuk, hogy még nem. Azt látjuk, hogy nagyon sok cég esetében, akik szintén pesszimistán terveztek, hogy most olyan szinten el tudott indulni a gyártás termelés, hogy valószínűleg 70-80%-ot tudnak termelni, és ha ez valóban így lesz, akkor az IPA-nk sem fog akkora kiesést mutatni szerintem. A gépjárműadó az körülbelül olyan 3 és 400 millió forint között áll meg, tehát annyi elvonást jelent ez a várostól. Szerintem ez is jelentős, de ugye erről nem tehet az önkormányzat, ez ugye állami döntés volt, és ez esetben nem tudunk mit csinálni. Én abban bízom, vagyis abban bízunk, hogy ez csak az idei évet érinti, mert ugye szó volt arról, hogy lehet, hogy a következő éveket is. Én bízom benne, hogy ez csak a 2020-as évet érinti, és 21-től újra itt maradhat a városban ez az összeg. Sokat jelentene. Még annyit hozzátérve, hogy azért fontos, hogy második hulláma üteme a vírusnak érkezik-e, úgyis ez nagy hatással lehet majd a gazdaságra, és reménykedjünk abban, hogy ha lesz is második hullám, az nagyon-nagyon lapos lesz, és nem fog érinteni ilyen szinten a gazdasági társaságokat. A gépjármű adóra visszatérve azért azt elmondanám, hogy folyamatosak a tárgyalások a kormányzattal. A mai és a hónapi napon egyébként pont a Megyei Jóvárosok Szövetsége ülésezik a városban. Itt kormány közeli és kormánypárti és ellenzéki polgármesterek is részt vesznek, és Palkovics miniszter úr is részt vesz a megbeszélésen, ahol pont az egyik téma az, hogy a kormányzat mivel tudja segíteni az önkormányzatokat. Egy nagyon fontos bejelenteni való már lehet, hiszen sok furcsa álhírkel került napvilágra az elmúlt időszakban a szolidaritási adóval kapcsolatban. Székesfehérvárt előreláthatólag ez pont, hogy pozitívan fog érinteni, és az előrevetítések szerint még egy plusz 2-300 millió forintos többletet is tud majd a beszámítás megváltoztatásával a város költségvetése realizálni. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogyha híreket juttatunk a nagy közönség számára, akkor várjuk mindig meg azt, hogy ennek pontosan mik az összegei, hiszen így félre tudjuk vezetni székesfehérváriakat, de remélem, hogy a közeljövőben jobban fognak figyelni azok, akik ilyen álhíreket terjesztettek. Ugye most is arról beszélgetünk, hogy a gazdasági program felülvizsgálatáról is döntöttek. Ugye ebben helyet kap az, hogy az önkormányzat egyfajta holdingosítás felé mozdul el. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Hogyan kell elképzeljünk ezt a holdingosítást?
fogod? Hát ugye az egésznek az elve az, hogy költséget csökkentsünk, és minél több pénz maradjon nyilván a városkasszában. És ugye így, hogy holdingosítás, szerintem ez így nem helyén való. Inkább mondanám, használnám azt a kifejezést, hogy egy központosítás. Tehát bevonjuk az önkormányzat alá bizonyos cégeket, pont annak érdekében, hogy gazdaságosabban tudjanak működni. Itt a bérek tekintetében lehet szerintünk probléma. Ugye eddig kint voltak ezek a cégek a piacon, és most azért mégiscsak behúzzuk. Ott lehet feszültség, de egyébként az ellenzéki frakció is úgy gondolta, hogy azzal, hogy mondjuk a Fehérvári Program Szervező Kft-t behúzzuk az önkormányzat alá, és központi irányítást kap, ez mindenképpen jót fog tenni. A költségek szempontjából is, a kivitelezés szempontjából is, tehát ez abszolút támogatható volt. Ugye itt tudunk a médiacentrum falai között, tehát ez az, amiben mi szkeptikusak vagyunk. Tehát ezt nem tudjuk megmondani, hogy ennek mi lesz a végkifejlete. Megszavaztuk az egész programot, mert mi is azt gondoljuk, mint a fideszes képviselőtársaink, hogy felelősen, csak közösen tudjuk ezt a várost előmozdítani, és most bizony össze kell fogni annak érdekében, hogy ebből kilábaljunk, ebből a helyzetből. Én bízom benne, hogy a médiacentrumnak is ez pozitív lesz, és a mérlege is pozitív lesz, és a rádió is tud úgy működni, ahogy eddig, és a televízió is. Ennek a gazdasági programnak, vagy ennek a tervezetnek több eleme van. Az egyik ugye ez a holding szervezet kialakulása, ami valóban nem holding. Azt tudni kell, hogy egy külső szervezet megvizsgálta ezt a városgazdasági felépítését és az önkormányzat gazdasági szervezeteit, és a holding struktúra, mint olyan, az nem volt javallott vagy ajánlott, hiszen az plusz költségekkel járt volna. Én ezt nem is holding szervezetnek hívnám, hanem egy nagyon erős kontrolling alá kerül az összes székesfehérvári gazdasági társaság, az önkormányzati gazdasági társaság, aminek a központja az önkormányzati hivatalában lesz. Ez egy olyan csoport, egy olyan főosztály lesz, akik folyamatosan monitorozzák és ellenőrzik a városi cégeket. Azt gondolom, hogy ez mind a transzparenciát, mind pedig egyébként a felelősségteljes működés segíteni fogja. Segítenek nekik a pénzügyi beszámolóban, az üzleti tervekben és ezeknek az elvégzésében. Ez nagyon sokat segíthet egyébként terhet levenni a cégek számára is. A másik, ami része ennek, az valóban a médiacentrum és a Fehérvári Program Szervező Kft. Intézményesítése, aminek egyébként én megnyugodtam a frakcióvezető asszonyt, ott látom a megtérülését mondjuk a médiacentrum szempontjából, hogy ez egy majdnem prognosztizáltan 50 millió forintos bevétel kiesés, vagy bevétel csökkenést, vagy költségcsökkenést fog jelenteni, hiszen a társasági nyereségadó befizetése, illetve az áfa különbözetek befizetése miatt ezeket majd tudja másra költeni a médiacentrum. Én azt gondolom, hogy magát a működést ezt nem fogja érinteni, csak egy teljesen más gazdasági felállásban, struktúrában fog működni az intézmény, semmivel sem fog többet vagy kevesebbet elvenni a szakmai munkából. Mikortól várható egyébként ez, hogy ez így átalakul, vagy hogy ez a központ meg lesz ugye az önkormányzat részéről, tehát hogy ő lesz mindennek a csúcsán? Most elkezdődtek a szervezeti felépítésnek a kidolgozása, ugye a munka már folyik a hivatalban, ennek a feltérképezésével azért sok olyan munkafolyamat kialakult, ami már el tud indulni. Én azt gondolom, hogy év végére teljes tud lenni ez a programváltás, gazdasági programváltás, és remélem, hogy jövő tavasszal, nyáron már tudunk arról beszélni akár itt is, hogy ennek milyen eredménye és hozadéka van. Ugye a bérlakásokról is döntöttek tegnap, és önnek volt hozzászólása is. Igen, ugye a bérlő kijelölési jogról szavaztunk konkrétan, az egyik a Deponia Kft. Dolgozóinak adtunk bérlő kijelölési jogot, amit támogattunk is, és azt gondolom, hogy támogatható. A másik a Balettszínház, az ami kicsit problémásabb számomra, vagy számunkra. Ugye a Balettszínház rendelkezik már két lakás bérlőkijelölési jogával, és én egy olyan módosító javaslattal éltem, hogy ne szavazzunk most az újabb három lakásról, hanem nézzük meg azt, hogy itt a vírus alatt hány olyan székesfehérvári család van, akinek a lakhatása veszélybe került. Azt tudjuk, hogy áprilisig 224 család vált szociális bérlakásra, közülük 12-en a keddi bizottsági ülés után
kapnak az igényeiknek megfelelő lakást, tehát 212-en maradtak, és most fog kezdődni az elkövetkezendő hetekben az igényfelmérés, hogy az április és a július közepéig tartó időszakban ki az, akinek problémát okoz. Ugye ez az időszak pont az, ami a vírus miatt esetleg állásukat elvesztett székesfehérváriaknak segítséget tudna nyújtani. Nem az ellen vagyok, hogy mondjuk a balettársulat külföldi táncosait támogassuk, de semmiféleképpen nem szeretném, hogyha előtérbe kerülnének, és nem a székesfehérvári rászoruló családokat támogatnánk. Egyébként szerintem lenne más lehetőség is arra, hogy segítsük ezeket a táncosokat, hisz az önkormányzat beszállt még pár hónappal ezelőtt egy olyan dologba, hogy például a Bébi cuccai munkásszálló, mindenki emlékszik arra az ügyre szerintem. Ott kialakításra kerültek olyan egyszemélyes kis szállók, amit szerintem nyugodt szívvel tudnánk a Balett Színház számára felajánlani. Tehát én inkább ilyen irányba gondolkodnék, hisz ők egyedül költöznének be ebbe a lakásba, akik viszont szociális bérlakásra pályáznak, ők ugye családdal. Tehát én ezért mondom, hogy ezt helyezném prioritásba, hisz nagyon sok bérlőkérelősi jogot megszavazunk. Tehát azért mondom pont a depóniát, mert azonos napirend volt, tehát azzal nem volt semmi gond, és ezért nem támogattuk ezt a határozati javaslatot ilyen formában. De aztán elfogadták. Vagy hát, hogy végül is... Az ellenzéki frakció nem támogatta. Igen. Igazából fontos tudni, hogy a bérlőkérési jogok azok mind kulturális intézmények, mind pedig városi intézményi számára általában adottak. Minden intézményünknek, cégünknek adunk bérlőkérési jogot, pont azért, hogy az ő munkaerő hiányukat, vagy az ő nehézségeiket is tudjuk segíteni. Mindemellett hihetetlen sok szociális bérlakás van a városban, ami hihetetlen sok, azért mondjuk magam meg is cáfolom egyből, lehetne sokkal több is, hogyha 2010 előtt nem adják el ezeket az ingatlanokat. Székesfehérvár ingatlan állománya nagyon lecsökkent 2000 és 2010 között, rengeteg ingatlant, lakást adtak el sajnos. Ez az akkori önkormányzatnak volt az elképzelése arról, hogy hogyan kell az ingatlanjait kezelni. Én azt gondolom, hogy ez nem volt helyes, és most sokkal jobb helyzetben lennénk, hogyha ezek az ingatlanok nem kerülnek eladásra. Úgy kell gazdálkodnunk ezzel az ingatlan tömeggel, hogy mindenki számára segítséget tudjunk nyújtani. Azért ne feledjük el, hogy rengeteg problémát oldottunk meg az elmúlt 10 évben, mondjuk beszélünk a hosszú sétetéről, ahol áldatlan állapotok között laktak, és most már sokkal komolyabb és komfortosabb körülmények között tudnak lakni az addig ott élők, illetve folyamatosan újítjuk fel a lakásainkat, ezeket a bérlakásokat, a szociális lakásokat. Külön szegmensei vannak a teljes, nagyon rászorulók, piaci alapon kapók, munkavállalók számára nyújtunk. Tehát igazából én azt gondolom, hogy ez a rendszer mindenki számára nyújt lehetőséget. A szociális rászorulókért, azokra, akik csak lakást keresnek, ki tudják fizetni az árát, de mégis csak egy nagyon kis lehetőség van szükség, és azokra is, akik ide szeretnének jönni a városba és dolgozni, és kultúrát építeni szeretnének. Tehát mindenki számára tudunk nyújtani egy kis segítséget. Valóban van szükség fejlesztésre, éppen ezért is, ahogy polgármester is elmondta, azok a bevételek, amik légópincék és lepukkant lakások, használhatatlan vizesedő lakások eladásából beérkezik, azokat ingatlan fejlesztésre fogjuk fordítani, akár felújításra, akár pedig vásárlásra. Ugye már beszélgettünk fejlesztésekről, vannak kisebb fejlesztések is, mint például a képes program keretében iskolák felújításáról beszélhetünk. Igen, és ez nagyon örömteli, mert egy vállalkozó kivételével minden vállalkozó ugyanazt a támogatást, vagy nagyságrendileg ugyanazt a támogatást fel tudta ajánlani. Tehát, hogy szerintem ez is példaértékű a városok tekintetében, hogy vannak olyan vállalkozók, akik tényleg szánnak arra, hogy a városukat ilyen módon szépítsék, és azért nem kevés összegről beszélünk, úgyhogy nagyon köszönjük tényleg az összes vállalkozónak, hogy ebben az évben is, most már oly sokadik évben is segíti ezzel a székesfehérvári gyerekeket, a családokat, tehát ahhoz, hogy azt, hogy szépüljön ez a város. Valóban az CSR, ez a társadalmi felelősségvállalás a cégek részével nagyon erős Fehérváron.
Én mindig civil tanácsnokként mindig azt mondom, hogy ez egy picit elégedetlen vagyok, mert lehetne még több. És örülök annak, hogy nagyon sokan mutatnak példát, nem csak a képes programon keresztül, hanem egyéni adományozáson keresztül. Volt egy másik napirendi pont, ahol a Videóton Alapítvány egy tantermet újít föl a Teleki iskolában, tehát hogy rengeteg olyan vállalkozás van Székesfehérváron, aki részt vállal egy picit a közből. A város fejlesztéséből. Nekik nagyon köszönjük, és buzdítunk mindenki mást, hiszen azért nagyon sok vállalkozás van Székesfehérváron, hogy valamilyen módon, akár önkéntesként, akár adománnyal segítsék a városnak ezen kezdeményezéseit. Azért az elmúlt 3 óra megmutatta, hogy ha össze kell fogni, akkor össze tudunk fogni, hiszen rengeteg olyan vállalkozás adományozott, vagy segítette a Covid védekezésben résztvevőket, ami szerintem hihetetlen nagy erőt mutatott, és nagyon remélem, hogy ez a további évben is folytatódni fog. A tegnap ülésen a hitéletet is támogatták képviselőként. Egészen pontosan mit jelent ez, mekkora összeggel, és mely hitközösségek számára? Hát igen, szavaztunk erről, nagyon, nagyon széles spektrumon, és elég példaértékű szerintem, hogy tényleg mindenféle hovatartozás nélkül a képviselőtestület teljesen mindegy, hogy melyik pártban ül, de amikor egy ilyen dologról van szó, akkor igenis közösen szavaz, és én sem vagyok vallásos, de teljesen jó szívvel szavaztam meg azt, hogy mondjuk a templomoknak az ügyeletét meg tudják szervezni egyáltalán, tehát a turisztika szempontból igenis fontos, és teljesen jó szívvel mondom azt, hogy igen, nekik szükségük van erre a forrásra, hisz reggeltől estig ott kell állni, talpon kell lenni, tehát míg amíg más kirándulni jön, nekik igenis fegyelmezetten ott kell állni és kiszolgálni őket, tehát hogy ez teljesen mindegy, hogy ki milyen vallásos beállítottságú, de ez támogatható. Szerintem a tegnapi közgyűlés szégyen foltja volt az, hogy az egyik képviselőtársunk, egy független képviselő olyan támadást intézett egy olyan vallási felekezet ellen, ami szerintem nagyon-nagyon méltatlan ehhez a városhoz, és mi támogattuk a Mazsi Hiszt összesen 6 millió forinttal, ami jelen pillanatban nem 6 millió, hanem ez több részletben történik, és igenis nagyon-nagyon szép dolog lenne, hogyha Székesfehérvárnak újra lenne rabbia. És igenis adózunk ennyivel a történelmünknek, hogy elhurcoltak Székesfehérvárról több ezer zsidó embert, és ez ahhoz képest még semmi, amivel most tisztelgünk előttük. És olyan támadás érte ezt a vallási közösséget, hogy nehéz volt ott megszólalni egészen őszintén. Azt gondolom, hogy nem is szólt hozzá egyik frakció sem, mert nem tudtunk mit. Tehát, hogy jó szívvel erre ott nem lehetett véleményt mondani. Legszívesebben kimentem volna a teremből, de nyilván ezt nem. Egyébként megszavaztuk a támogatást szerencsére, tényleg. Úgyhogy reméljük, hogy ez megvalósul. Azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen szeretetteljes napirend, mert hogy egy napirenden belül támogattunk több olyan vallási formációt, vagy vallást, ami tényleg ritkán szerepel mondjuk egy lapon. És ebben a napirendben benne volt minden. És sikerült ezt olyan szinten elrontani, hogy elég rossz szájízzel mentünk szünetre, szerintem ezt úgy mindannyian állíthatjuk. Valóban a Székesfehérvár ugye a közösségek városa, azt mondjuk mindig 100 000 egy csapatban itt tudunk közösséget alkotni, de nagyon fontos, hogy kis közösségek is alakuljanak, és akár ez a vallási kis közösségekről is szól, nem csak a civilekről, nem csak az önszervezető közösségekről, és fontos az, hogy olyan közösségekről is, amiknek komoly hagyománya van a városban, és itt a zsidó közösségről beszélek, akik tudjuk, hogy zsinagógája volt, hogy több rabbija volt, akik aztán komoly tudományos munkát is végeztek. Valahogy ugye a történelmi szerencsétlenségek folytán Székesfehérvárnak ez a közössége kicsit elgyengült, ezt szeretnénk megerősíteni. A Mazsi Hisz megkeresésére természetesen támogatjuk azt, hogy Székesfehérvárnak legyen rabbia, és ezzel a közösség erősödjön meg, és egy olyan újabb kis közösség, nagy közösségévá tudjon válni, ami Székesfehérvárt erősíti. A válaszos képviselő felszólását mai napig nem értem, azért sem értem egyébként, mert utána megszavazta az előtt. Nem szavaztam meg az előtt? Nem szavazott. Tehát nem nyomott sem nemet, sem igen. Tehát nem nyomott gombot. Kilépett ebből a döntési helyzetből. Én erre azt gondoltam, hogy valószínűleg akkor rájött arra, hogy helytelen vagy teljesen indokolatlan az ő kirohanása.
én mindenki saját lelkiismerete szerint tud elszámolni majd otthon, hogyha hazatér, hogy a felszólalásában miért és milyen okokat hozott föl. Mi sem értünk egyet, sőt, mint mondom, a Fidesz frakció, mint legfőbb támogatója ennek az előterjesztésnek teljes mélységgel kiállt. Amit azonban szeretnék kérni, és nagyon fontos ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy azóta több kirohanást láttam én a Facebookon, ami ezzel kapcsolatos, ami megint egy némileg arról szól, hogy bomlasszuk egy picit ezt a közösséget. Nem csak a kis közösséget, hanem Székesfehérvár nagy közönségét. Pro-kontra érkeztek érvek. Én felszeretném mindenkinek a figyelmét hívni újra, nem először, hogy a Facebookon való kirohanások, gyűlöletkeltés, uszítás, pro-kontra, és legyen szó itt akár a Válaszról, akár a Momentumról, teljesen felesleges Székesfehérvár közösségét bomlasztani, uszítani. A Momentumos képviselőnek pedig azt üzenem, hogy gondoljon vissza arra a kampány időszakban tett antiszemita, vagy furcsa kijelentése, amikor gettózott a Lövölde utcában. Tehát ott azért érdekes, hogy akkor még gettózunk, most meg felhorgadva, felháborodva próbáljuk meg szítani a gyűlöletet, fideszezni, válaszozni a Facebookon. Én mindig elmondtam, hogy nem a Facebookon kell megvívni a csatákat, a közgyűlésen el lehet mondani a véleményét mindenkinek, kultúráltan megvitatjuk az érveket, ellenérveket. Nem járja az, hogy kilépünk a közgyűlési teremből, aztán egyből a Facebookra posztolunk, mert szerintem ez nem szól másról, mint politikai tőkekovácsolásról. Úgy szeretnék megkérni mindenkit, hogy ettől tekintsen el a közeljövőben. Hát sok napi rendi pontot meg tudtunk beszélgetni ebben a néhány percben. Az egyik legfontosabb az a gazdasági program felülvizsgálata volt. Vissza kellett térni erre majd valamikor. Nyilván így a koronavírus miatt gondolok erre. Biztosan, tehát azt gondolom, hogy most megvizsgáljuk ezt az időszakot. Ugye nem tudjuk, hogy lesz a második ütem. Nyilván arra készülünk, hogyha lesz, akkor mindent meg tudjunk adni a székesfehérváriaknak, hogy ezt nyugodtan vészeljék át, vagy nyugodtan vészeljük át. De ezt a következő években, tehát 21-ben mindenképpen felül kell vizsgálni, és arra kell készülnünk, hogy tényleg takarékosan és úgy gazdálkodjunk, hogy ebből később ne legyen probléma. Ugye ez a gazdasági program alapvetően egy kötelezően elvégzendő feladat. Általában szoktuk mondani azt, hogy egy stratégiák, programok meg elkészülnek, majd egy fiókban landolnak. Szerencsére most mondhatjuk azt, hogy ez nem is egy program, hanem egy cselekvési terv, hiszen a programnak ugye közép és hosszú távra kéne szólnia, most ez tényleg rövid távra szól és konkrétumokat tartalmaz, és pont maga az előterjesztés is tartalmazza azt a részt, hogy igenis ez most egy rövid távú cselekvési terv, egy hirtelen meghozott döntéshalmaz, amit azért kell gyorsan véghez vinnünk, hogy a Covid elleni gazdasági fellépést meg tudjuk teremteni. Én azt gondolom, hogy remélhetőleg mondjuk az IPA befizetések növekménye miatt, vagy a rosszul prognosztizált kiesés miatt már egyébként mondjuk november-decemberben tudunk változtatni a gazdasági program elképzelésein, hiszen már akkor látjuk azt, hogy milyen bevételekkel és kiadásokkal tudunk számolni. Úgyhogy én egyébként azt látnám jónak, hogyha ilyen cselekvési tervekkel tudnánk akár fél éves ütemtervvel dolgozni, és akkor ez mindig konkrét hozadékkal bírna a város gazdaságára nézve. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak, és kicsit közelebb tudtuk hozni a nézőkhöz a napi rendi pontokat. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A műsor vendégei voltak Rácné Földi Edit, a fehérvári ellenzék frakcióvezetője, és Molnár Tamás, a Fidesz frakcióvezetője. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.